azt hiszem, hogy nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy a 2019-es esztendő egy szabványos évnek tekinthető az alapítvány munkájának a vonatkozásában. Igazából ugyanazokat a pályázati rendszereket vittük tovább, amelyeket az elmúlt időszakok folyamán is. Hát egész évben ugye befogadtunk közel 39 ezer pályázatot, ebből a legnagyobb részt az oktatás-nevelési támogatást tette ki, ott kb. 22 ezer pályázónak nyújtottunk támogatást, illetve jelentősnek tekinthető még a gyermekétkeztetési támogatás, itt ugye 6,8 ezer gyermeknek nyújtottunk ilyen segítséget, 5 ezer oktatási dolgozónak, vagy 2,5 ezer egészségügyi dolgozóról is beszélhetünk, illetve hát ne feledkezzünk meg a kultúrmunkásokról is, a könyvtárosokról, közgyűjteményi dolgozókról, ők szintén támogatásban részesültek. Ezen kívül folytattuk, amit már 10 éve viszünk, a kapcsolattartási támogatást is. Igaz, ennek a mennyisége folyamatosan csökken, mert amióta Ukrajna vízummentes lett, azóta ez az igény ez jelentősen csökkent, és tulajdonképpen ez egy kifutóban lévő rendszer. Ami újdonságnak mondható a 2019-es évvel kapcsolatban, az az, hogy sikerült némi egyszerűsítést vinni a pályázatok lebonyolításában. Tehát például a pedagógus pályázat kétkörös helyett egykörös lett, illetve a gyermekétkeztetési támogatás szintén egykörös sikerült megszereznünk, ami egy jelentős egyszerűsítés, és hát kevesebb papírmunkával jár, és természetesen a támogatottak ugyanúgy megkapták a támogatási összegeket. Ami még változás volt az előző évekhez képest, az az, hogy sikerült kiterjeszteni a pályázatot a közgyűjteményi dolgozókra is, mert ők csak a könyvtárosok szerepeltek addig, most már a mindenféle múzeumok, képtárak munkatársaira is sikerült ezt kiterjeszteni. Illetve hát meg kell említenünk, hogy a 2019-es évben kísérleti jelleggel elindítottunk egy új pályázati rendszert, ami a digitális felzárkóztatást hivatott támogatni, és ennek a keretében a széles sávú internethez való optikai kábellel történő csatlakozást támogatjuk a magyar családok részére. Hát ez egyelőre csak kísérleti jelleggel, itt egy 730 család igényelte ezt a támogatást, tehát reményeink szerint ezt a támogatási formát ezt folytatni fogjuk 2020-ban, amennyire magyar fél is fogadókész lesz erre a dologra. Úgy vélem, hogy ez egy fontos dolog. A mai modern korban a nagysebességű internet ez egy fontos tényező, és hát a magyar lakta vidékeken elmondhatjuk, hogy még távolról sem mindenki rendelkezik ilyen internettel, ami nem titkolt hátsó szándéka tulajdonképpen a dolognak, hogy a televízió adások vételi lehetőségét is bővítsük, elsősorban ugye a magyar földfelszíni digitális adást, amiben ugye a magyarság egy kicsit a mostoha gyermekként kezeltetik Ukrajnában, hiszen tudjuk jól, hogy a Beregszász környéke az nincs igazából lefedve a digitális földfelszíni adásokkal. Úgyhogy talán ezen a téren is sikerül valamilyen előrelépést elérnünk. Ami tervünk volt 2019-ben, de hát nem igazán sikerült, az egyik, hogy terjesszük ki a pályázati rendszert a sportiskolák dolgozóira, illetve a nyugdíjasokra is, tehát azokra a nyugdíjasokra, akik Ukrajnában kapják a nyugdíjukat, tehát nem a magyarországi nyugdíjasokról beszélünk, és akik ugye oktatási intézményben pedagógusok voltak annak idején, vagy orvosok voltak, nővérek voltak, stb. Hát egyelőre ezt jogi akadályok miatt nem sikerült megvalósítanunk, mert ehhez módosítani kell a Bethlen Gábor alapnak a végrehajtási rendeletét is, ami egy ugye a magyar jogalkotási folyamatnak a része. Hát állítólag ez is elindult, úgyhogy reményeink szerint 2020-ban ezt talán sikerül bevezetni, mi legalábbis a magunk részéről ezt újra és újra kezdeményezni fogjuk.